Én nagyon érdekes sztorival kezdenék. Az tény, hogy én gyerekkorom óta sportoltam, tehát egészen kisgyerekkorom óta, mondhatni óvodáskorom óta. Úszással kezdtem a sportpályafutásomat, utána váltottam atlétikára, és amikor öcsém elkezdett kempózni, akkor én még atletizáltam, ez ilyen 9 éves korom környékén volt, és az öcsém megszerezte az első gíjét, tehát lehetőséget kapott a mesteremtől, Palotás Ferenc szenszeitől, hogy gíjt viselhessen. Szüleim el is mentek, vettek neki egyet, de amikor hazahozták, kiderült, hogy ez nagy rá, illetve hát lógott rajta. Én meg pont hazajöttem egy atlétika edzésről, felkaptam az öcsém gíjét, és mondom, hú, ez tök jó, akkor én abba hagynám az atlétikát, és akkor mennék Palotás Ferenchez kempózni, és ez gyakorlatilag így történt. Hát természetesen az első edzésemen nem viseltem gíjt, melegítőben voltam, de nagyon törekedtem arra, hogy minél hamarabb megszerezhessem a jogot rá, hogy gíjt viselhessek, mert hogy már nekem van gím, és akkor azt hordhatom. És gyakorlatilag Palotás Ferenc mester, aki most már 7. danos és hansi fokozatú, ő az, aki miatt gyakorlatilag az egész elindult bennem egy olyan irányba, hogy ezt életem végig szeretném csinálni. Emlékszem pontosan, hogy állt előttem, néztem föl rá, mutatta a könyökütéseket, az egyenesütéseket, a rugásokat, a dobástechnikákat, és szó szerint azt éreztem, hogy ezt nekem életem végéig csinálnom kell. Tehát így indult a kempós pályafutásom, és ez 9 éves koromban kezdődött, az 1995-ben akkor voltam 9 éves. Gyakorlatilag a legelső időszakban csak fecómesterhez jártam. Nem volt más küzdősport, heti 3-szor jártam le hozzá, haladtam az övekkel, és hát nagyon korán, 17 éves koromra eljutottam a feketőves szintre, de ekkor már bejöttek párhuzamosan az ökölvívás is, tehát szerettem volna picit a kempó tudásomat mélyíteni, ugyanis a kempó egy összetett küzdősport, tehát nem csak egy-egy szegmensét tartalmazza a harcászatnak, hanem minden egyes elemét. Úgyhogy elkezdtem párhuzamosan ökölvívni, és közben készültem a danvizsgámra, és 17 évesen nyáron Salgómányán ezt sikeresen megcsináltam. Nagyon-nagyon boldog voltam, és nagyon szerettem volna tovább folytatni a vizsgázást, illetve a fejlődést. És Fecó Sensei akkor felkért arra, hogy a pénteki edzéseket elkezdjem helyette megtartani. És ez nekem olyan megtiszteltetés volt, hogy én gyakorlatilag 17 éves korom óta heti egyszer, illetve hát 21 éves korom óta heti 3-szor folyamatosan tartottam ifiknek és felnőtteknek edzést. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fiatalon kezdtem el edzést tartással foglalkozni. Amikor befejeztem a gimnáziumot és felvettek az egyetemre, akkor párhuzamosan gyakorlatilag két egyetemet csináltam, illetve főiskolát. A Műszaki Egyetemen tanultam a mérnöki képzést, illetve a TFN, a továbbképző intézetben elvégeztem a szakedzői vagy edzői tanfolyamat, ez egy középfokú edzői tanfolyam, és gyakorlatilag ez a papír jelenleg is megvan és valid, tehát van egy idézőjelben egy papírháttér, de én úgy gondolom, hogy az, aki edzést tart és emberekkel foglalkozik, annak folyamatosan gyakorolnia kell. Tehát én úgy tudom a napjaimat, illetve az életemet irányítani, hogyha ez minden este szinte bele van építve a napomba, hogy megtartom az edzést a tanítványaimnak, foglalkozok a tanítványaimmal. Gyakorlatilag 21 éves koromban belépett a második küzdősport is az életembe, ez volt a brazil jiu-jitsu. Max Carvalho mester alatt kezdtem el gyakorolni a jitsut, ugye ez azért is volt, mert részt vettem egy világbajnokságon, a legelső válogatottal mentünk ki 2007-ben a kempó világbajnokságba, Belgiumba, és ott full kontakt versenyszámban sikerült aranyérmet szereznem. Majd két héttel később volt egy másik verseny, ez a Hansi Kupa, ahol nem akartam indulni full kontaktban, nem földharcba szerettem volna indulni, és úgy voltam vele, hogy akkor egy picit fejlesztem a földharc technikámat, és elmentem Max mesterhez. És Max mester alatt gyakorlatilag beleszerettem a második küzdősportba, amit elkezdtem gyakorolni, ez a brazil jiu-jitsu. Ugye ez kifejezetten a földharcról szól, és a földharc technikáknak a magas szintű elsajátításáról.
És gyakorlatilag 21 éves korom óta párhuzamosan gyakorlom a brazil jiu-jitsu-t, illetve a kempót. A kempót azt saját magam tartottam, majd amikor eljutottam brazil jiu-jitsu-ban is a fekete övig, akkor elkezdtem a saját klubomnak az építését jiu-jitsu-ból is. Ez 2018-ban történt meg, akkor nyitottam meg a Kárászi tímet, ahol párhuzamosan kempót és brazil jiu-jitsu-t oktatok, és természetesen amikor van rá lehetőségem, akkor eljárok különböző szemináriumokra, illetve továbbképzésekre, hogy a technikai repertoáriumot tudjam fejleszteni. Versenyzői karrierem pedig 2019-ben nem azt mondom, hogy véget ér, de egy korszak lezárult. Gyakorlatilag full kontakt versenyeken vettem részt, főleg kempó versenyeken, illetve profi kempó versenyeken. Ezek áviadal, illetve profi áviadal szabályrendszerű versenyek voltak. Itt alapvetően egyetlen egyszer veszítettem a pályafutásom során, a többi meccsemet megnyertem. Majd 2017-ben elkezdtem MMA-val is foglalkozni. Abban az évben országos bajnok lettem, illetve részt vettem a 2017-es Európa-bajnokságon is. Ott azt hiszem a hét közé jutottam, és sajnos ott kikaptam. MMA-ban is egy vesztes meccsem van jelenleg. Emellett nagyon-nagyon sok brazil jiu-jitsu, grappling, illetve földharc versenyen vettem részt. Szinte minden hétvégén versenyeztem, amikor a 20-as éveimet tapostam, és több országos bajnoki címet szereztem, illetve több világversenyen is részt vettem. A legmagasabb szintű verseny az a 2013-as World Combat Games volt, ahol olimpiai szintű versenyzőkkel is versenyezhettem, többek közt olimpiai bajnok judós ellen küzdöttem. Sajnos nem sikerült nyernem, ami várható volt akkor ilyen 3 vagy 4 éves brazil jiu-jitsu-val a hátam mögött, de ettől függetlenül nagyon nagy lehetőség volt számomra, hogy ott részt vettem ezen a versenyen. Azóta már többen is indultak World Combat Games-en, és nagyon szép eredményeket értek el. Jelen pillanatban 2018 óta itt Óbudán tartom az edzéseimet, és képzem a tanítványaimat. Bízom benne, hogy több feketőves tanítványom is lesz. Amióta itt elkezdtem a tevékenységemet, 2 feketőves tanítványt sikerült kinevelnem. Egyik Molnár György személyében kempóból, illetve Kósa Péter személyében brazil jiu-jitsu-ból. De a korábbi éveimből is vannak feketőves tanítványaim, többek közt Havassági Gábor, aki már 4. danos, illetve Szőke Zoltán, aki 3. danos kempómester, és mind a ketten aktívak. Tehát tulajdonképpen ez az én sportmúltam, ez az, amiből építkezem, és ezt a csapatot, illetve ezt a szellemiséget, amit mestereimtől tanulhattam, ezt szeretném mindenképpen a tanítványaim részére is átadni és tanítani. Nagyon sokan, akik lejönnek hozzám edzésre, tényleg csak rekreációs jelleggel jönnek, jól érzik magukat, barátságokat kötnek, hazamennek, és emiatt jobbá válik az életük. De vannak olyanok is, sajnos ezek vannak kevesebben, de próbálom ezt a kört is bővíteni, akik egyre jobban azt érzik, hogy szeretnének tenni az adott sportágért, a kempóért vagy a brazil jiu-jitsuért, és klubot nyitnak. Többek közt kempó tanítványaim közül Molnár György megnyitotta a saját klubját, a Titán tímet, illetve van egy másik tanítványom is, Brát Gábor, aki úgy született, hogy agyvérzéssel született, és sajnos az egyik oldala egy picit gyengébben működik, mint a másik. Most úgy néz ki, hogy született gyermekek számára fog edzést tartani. Tehát gyakorlatilag mind a kettő sportág, mind a kettő küzdősport akár egy életformát, illetve egy megélhetési lehetőséget is biztosít hosszú távon. Ez természetesen nagyon nagy akaraterőre van szükség, amit az összes gyakorló elsajátít az évek során, illetve nagyon-nagyon-nagyon fontos a kitartás. Tehát a kitartás nélkül ez nem fog menni, viszont aki eljut egy olyan szintre, illetve olyan mentális, lelki szintre, hogy ezt gond nélkül tudja a mindennapjai részévé tenni, egy biztos megélhetési forrást tud magának biztosítani a későbbiekben. Tehát mind a kettő küzdősport erre abszolút lehetőséget biztosít. Én a szövetség elnöke is vagyok, és nagyon sok, gyakorlatilag ismerem a szövetségnek az összes tagját, összes sportegyesületét, és egyre többen úgy viszonyulnak a kempónak, mint megélhetési forráshoz. Vannak olyan klubok, ahol már több mint 150 tanítvány gyakorolja heti szinten a kempót
edzésről edzésre, ami egy elképesztő szám, és ez bizony megélhetés biztosít azoknak az edzőknek, akik ezekben a sportegyesületekben dolgoznak. Tehát én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy rekreáció, azon túl, hogy amatőr versenyzés, azon túl, hogy profi versenyzés, egy megélhetési forrás, és hát természetesen nagyon a legfontosabb, hogy egy életstílus is egyben a kempó, illetve a brazil jiu-jitsu. Ha ezt valaki választja, én biztos vagyok benne, hogy élete végéig egy felemelt fejjel, illetve felemelt fővel tud élni, és boldogan tudja élni a mindennapjait. Ahogy én is.